Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Kisebb kihagyás után ismét itt vagyok. Az a helyzet, hogy a hét az elég sűrű lett, így nem nagyon tudtam energiát szorítani a streamre. Nem is az idővel volt gond, inkább a... van itt tüdő, ugye? Szóval nem nagyon volt lendületem, de most már van, és remélhetőleg a jövő hét most már... visszatér a régi kerékvágásba. A heti meg a jövő heti menetrend már látható Discordon, illetve majd a bottól is le tudjátok kérdezni, de ma még csak az e-heti van, majd a jövő heti lesz holnaptól. Na, God of War-ozunk, még van egy pár dolog, amit mindenképpen meg akarok csinálni, hát meglátjuk, hogy hogy halad, lehet, hogy végzünk 20 perc alatt, de lehet, hogy itt ülünk hetekig. Addig nem fogunk, mert legkésőbb 10 órakor nekem be kell fejeznem most a streamet. Challenge-ek vannak hátra, mégpedig itt Midgardban ugye a Berserker King, illetve Muspelheimben pár challenge, illetve hát egy újabb Valkür. Na mindegy, ezek vannak hátra, illetve hát Muspelheimben pár ilyen olvasztó kihívás. Nem hiszem, hogy azzal olyan különösebb gond lenne, de majd meglátjuk, ahogy sikerül. Na, úgyhogy ez a mai program, meglátjuk, hogy hogy haladunk. Nézzük, Shedit Adri, szia, köszönöm szépen a beköszönő százas, szép estét kívánok. Nevermind, nagyon szépen köszönöm a 17 hónapot. 17 hónap, hát mennyi idő ez? Rengeteg, rengeteg. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen régóta itt vagy és támogatsz. És Sheriff, szép estét neked is. Azt mondja, hogy Nevermind megérdemelne már egy VIP-t. Ezen gondolkodunk. Könnyen lehet, hogy igazad van. De lehet, hogy ő inkább majd modi lesz. Majd meglátjuk. Ugye a kettő együtt nem lehet, legalábbis... a legutóbbi tudásom szerint valaki vagy VIP vagy modi. Kettő együtt nem lehet, de majd megnézem. Sheriff, elindult a stream, a kutya lenyugodott, nincs is ennél jobb. Na, lehet az én hangomon nyugodott le. Na, szóval itt vagyunk, a két főhősünk, és itt vagyunk Midgardba. Alapvetően van még ugye egy Berserker sírkő, ő lesz a király, majd itt Midgardből lesz az utolsó. Van két Asgard maradvány, azokat gyorsan befoltozzuk. Az egyik itt van, a másik pedig itt. Illetve van még egy nem felfedezett, de azt majd ezek után megnézzük. Úgyhogy akkor gyerünk. De nehogy már gyalog. It's strange. There are still signs of the World Serpent all over the lake. But we saw him disappear at Ragnarok. That could only mean the legend was true all along. That blow from Thor sent Jormungandr right back in time. A younger Jormi, fresh from Jotunheim, would grow into the serpent we know. When we first met the snake, you said that he found Atreus familiar. Perhaps they met in Jotunheim. Perhaps so, brother. We'll have to ask the lad for that story when we next see him. Ez most egy új sör, amit kipróbálok. Ez is elég jó. Mondjuk 3 fontért legyen is. Hol vagyunk? Ó, igen. Hűha. Nem is emlékszem, hogy ez-e. Na. Meguntam a dolgot. Oh!
Na. Rendben is vagyunk. I feel bad for the Asgardians, and even worse for the Midgardian refugees. Learning the god they indebted themselves to didn't care for them at all. Such profound betrayal. Aye. Their homes will not be the only thing they will be rebuilding. Okay. Itt mi van? Jaj, tudom, igen, itt már voltunk. Jó, oké. Csak most ugye itt átalakult a map egy kicsit. Már ez a rész. De jó, oké. Ugye megvoltak, tehát égtek azok a fákják. Egy normi ládát nyitott. Jó, menjünk tovább, és akkor nézzük meg a következőt. Tetszik a sör neve? Hopping Hair. Discordra raktam képet ki róla, ha érdekel. We know the lad spent his time in Jotunheim learning soul magic. Perhaps the serpent figured in. You mean Atreus placed some other giant soul into him? Someone who already hated Thor to begin with? Exactly! Well, that doesn't narrow it down much, I grant you. I wonder if Jormi even remembers after all this time who he once was. Látom, ez itt van fönt, és elvileg itt tudunk fölmenni. Ez a lifttel. Is vagyunk. I believe that was the last stronghold of the Aesir. So, Odin's oppressive ways have finally ended. Are you satisfied? Yes. Perhaps the realms may finally find peace and healing. Hol van? Ja, jó. Oké. Hát akkor ez is megvan. Ja, Asgard utolsó maradványai. És egy ilyen kis side quest volt. Itt azért körbe szaladunk. Mint hogyha láda... itt a láda. Az kéne maradjon.
Na, hát akkor meg is vagyunk. Nem, megyünk a másik irányba. Majd lemegyünk a lifttel. És akkor megnézzük ezt a... nem felfedezett dolgot. Ezzel el kell mennünk egy... hát... egy kapuhoz. Ilyen fast travel pointhoz kell menni. És ott nyitjuk majd meg. You know, back in Jotunheim, I had half a mind to ask Angerboda what exactly her intentions were with the lad. But one look at her and any doubts I had melted away. Oh. It's a question every parent must grapple with sooner or later. I trusted her with my life. I trust her with my son. You can't argue with that. Hát akkor Kratos nem aggódik. Na, és akkor ugye itt vagyunk Midgardban. És igen, itt van egy fast travel point ugye a Szentligetnél, ahol Freya lakik. Eddig ugye nem lehetett ide jönni. Most már eljövünk, megnézzük, hogy itt mi van. Ugye itt voltunk egyszer. Még... Atreusszal. We're heading back to Charlie? Yes. He's not gonna be very happy with me. No. Igen, itt van a teki. I'm sorry, I was... I have no excuse for neglecting you. Ez így van. I will do my best to earn it. Hát jó. Körbe szaladok itt, csak hogy ha van valami collectible, akkor azt begyűjtjük. Elvileg nem kizárt, hogy van. Oh. Freya, look. Murkweed. Ködbogáncs. Oh, és ezzel meg is van egy újabb trofi. Nagyon jó. Oké. Na hát összegyűjtöttük az összes virágot. Akkor már ezzel se kell különösebben foglalkozni. Hát be tudunk jönni. Ja. Hát igen, eléggé oda van a kégli. Kratos, I should look for someone who can watch over him. Permanently. Oké. Okay. Na, hát akkor szerintem mehetünk is. És nem tudom, hogy mit lehet kezdeni még szegény Charlie-val. Na, menjünk. És akkor nézzük meg ezt a Berserker Kinget. Soon.
is emlékszem, hogy hogy jutunk oda. Ja, simán csak itt van. Ja. King Hrolf's gravestone. It's reformed. Yes, there's only one thing left to do. Na hát, lássuk. You can't have it. Hűha. Amúgy ez jó lesz, ezt már látom. Az a baj, hogy egy hét szünet elég volt az, hogy teljesen kimenjen a kezemből a játék. Tudom, most kifogán sokat keresek. Na mindegy. Jó lesz ez, csak vissza kell egy kicsit. Olyan, mint a biciklizés. Hát... Elderingeztél egy kicsit, nevermind. Hát igen, ott is a ember kezéből kimegy a dolog, akkor azért kell idő, mire úgy visszaáll. Érzem, hogy ez jó lesz. Yeah.
nem jó. Kratos, off your back. Jó, hát meg kell szokni. Ez a lövöldözés, ez nekem nagyon nem nem válik innyemre, maradjunk annyiba. Hát mindegy, ilyen. De nem tudok mit csinálni konkrétan. Pajzsozni kéne többet, az a helyzet. Ez így masszív lesz, az biztos. Lehet, hogy cserélünk majd reliket. Nem tudom, hogy lehet leszedni. Egyelőre legalábbis.
ezt nem lehet kivédeni. Jó. Nem figyeltem. Nem tudom, lehet, hogy amikor ott fönt van, hozzá kéne vágni a fejszét. Mert ez a Bifrostos cucca, nem tudok egyelőre mit kezdeni. Pajzsal nem lehet kivédeni? Jobb ötletem nincs. Esetleg beleállítjuk a láncsát. Nem jó. Amúgy a damage-el nincs baj, szerintem. Csak hogy spamel egyfolytában. Tehát, hogy egy percre nem áll meg. Ez nem tudom mi volt. Elő sem bírtam venni a fejszét. Kraki nagyobb, mint Kratos? Hát... Egyelőre. De csak időkérdése. Az a problémám, hogy néha olyan fura, hogy perizek egyet, de utána már rögtön üt.
Tehát annyira nincs időm, hogy egy valamit benyomjak, akármi. És rögtön egybe elkezdődni. Most is. Jó volt a peri, és így... mintha mi se történt volna. Tehát mi értelme a perinek, hogyha utána egyből üt? Kiverjük belőle a szart, ha más nem. Köszi, Edith Adri. Hát, próbálok. Megint sikerült a peri, és egyből utána jött a izé a védhetetlen atakkal. Hagyd már abba! Oké. Ez akkor megvan.
Hát, Sherit Adri majdnem ugyanaz, mint Sigrun egyébként. Csak. Nem tudom, ez férfi. Istenem. Ez annyira szar ez, amikor így jön utánam ez a... Jó, lehet, hogy baltával szét tudnám ütni. Vagy a fejszével. Szét kéne.
Nasty hit! You all right, brother? Semmit nem ér a Perry, tehát ilyen... Tehát leperizem és ugyanúgy folytatja a kombót. Vagy beüt valami, bead valami olyat, ami ilyen védhetetlen, tehát ilyen piros. Azt akkor dodge-oltok kifele. Ilyen még nem volt. Most eltaláltam. Köszi, Sedit Adri. Ez fáj. Tehát egyszerűen... Elindítja a gömböt, utána meg utána ugrik pofán verni. Rettenetes. Nothing here.
hit. You all right, brother? Gondolkodok, hogy valamit lehet, hogy kéne változtatni. Csak üt és üt, és nem hagyja abba. Nem hagyja abba. Oh!
De mindig bead egy olyat, amivel éppen nem tudok mit csinálni. Tehát egy olyan... Az, hogy véget nem érően tudja nyomni, folyamatosan valamit spamel, valamit csinál, nem tudom kiperizni. Most is sikerült a peri, és rögtön utána jött a védhetetlen támadása. Csinál egy atakot, és akkor leérkezik, mondom, akkor most beadom a izét, és egyből ugrik el. Tehát... Folyamatosan megállás nélkül, de tényleg. Csak spamel.
beindul a random számgenerátor. Ezt nem hiszem el. Shit. Pedig... gondolkodtam, hogy inkább kiperizem. Perizni kellett volna. Oh,
jó lesz ez csak. Chica's a poise. Na ez új. Tehát egy kicsit pont lekéstem. Az megtelik, akkor be tudok vinni egy nagy sebzést. Meg fog telni a fehér csík, és akkor egy nagy sebzés bemegy el. Elvileg. Látod? Fél olyan csíkot levett. Yeah!
Na te rohadék! Sure, if that was justice or vengeance. The two are not always at odds. What do you intend to do with Skofnung now? I intend to use it. No! Don't you understand the legacy that thing carries? Not to mention the souls of evil berserkers. I will use it for good. That won't erase its history. No. But the story of this sword is still being written. Future generations will weigh its good deeds against the bad. And decide for themselves. You've come a long way from when I first met you, brother. I have had good counsel since then, brother. Na hát ez is megvan. Úgyhogy akkor... Midgardi százas. Én öblítek most. Oké. Okay. Mit vettünk föl? Amulett... Varázslat, megnézem, hogy mit tud. Helheim erénye, rúna életerő, oké. Okay. És ugye egy reliket adott, Skofnung markolata. A kard szabadjára engedi a belső lelkek erejét. Majd lehet, hogy kipróbáljuk. Na, egy pillanat türelmet adjatok, majd kikapcsolom itt a fűtést. Kezd meleg lenni. Na. Úgyhogy akkor irány Muspelheim. Mivel, hogy más már nincs. Úgyhogy még ott van pár teendő. Azokat megcsinálgatjuk. És ez adott újabb két trofit, ha jól néztem. Hova akarok ide? Az olvasztóhoz, igen. Na, kíváncsi vagyok erre, hogy ez milyen lesz. Elvileg itt már tudunk majd fejleszteni is, mert hogy még volna mit egyébként. Csak még szerintem nyersanyagunk nincs hozzá, de gyorsan ránézek. Igen, itt van Lunda. Igen, itt meleg van Lunda. Mert ugye ez még... Nem, ez még nem maxos, és kéne hozzá világító parázs. Itt látjátok. Itt világító parázs kell. Illetve... A pajzshoz is. Az is, az lángoló parázs kell. Igen, hát remélem, hogy azt itt
most tudunk lootolni. Hát nézzük. Ugye itt 6 olvasztó kihívás van, egyetlen megcsináltunk múltkor. Na várjatok. Már nem is emlékszem, hogy... hogy van valami sorrend. Már nem emlékszem, hogy hogy volt. Hát mindegy, jövünk erre. De ezek már megvannak. Igen, ez, itt ott volt a kis pipa mellette, úgyhogy ezek megvoltak. És akkor lehet, hogy itt hagytuk abba valahol. Hogy... hát majd folytatjuk. Ezeket is megcsináltuk mindet. Na most nincs... nem emlékszem pontosan, hogy... az miért volt... a középső lezárva. Most bizonytalan vagyok. Oké. Gyorsan öld meg az ellenségeket az időzítő növeléséhez. Let's go find out. És akkor most a... egy láda. És akkor kinyílt, azt mondja, jól értettem azt, mondta, hogy kinyílt a középen a... egy világító parázs. Azt hiszem abból egy kellett csak. Kinyílt középen. Jó, hát akkor... akkor ez az egy volt csak, ami... jó, nyomunk egy fejlesztést. Oké, akkor a Chaos Blade is maxos. Ez adott a strength-re. És akkor már csak a pajzs van, ami nem maximumon van, és ahhoz pedig egy lánguló parázs kell. Hát akkor...
Nem, ez nem az. Én is azt mondom, Cserit Adri, hogy... Ez itt még nem világít. Ez az FN. Nézzünk szét. Valami még nincs meg. Ugye itt megcsináltuk, ez az F, itt megcsináltuk mind a hármat. Ez fix, de azért megnézem még egyszer. Így van. Ez megvan. Itt erre más nincsen. Mi lenne? Ez csak egy sima aréna. Úgyhogy akkor itt ez a baloldali... Igen, ez megvan. Ugye átjövök akkor ide. Itt voltunk az imént. Nem, ez az M betű, ezt is megcsináltuk mindet. És fixen meg volt ez is. Ja. És egyébként itt sincs semmi más. Igen, és itt pedig itt van a harmadik. Ezt pedig most csináltuk meg. És még mondta is Mimir, hogy hát... És ezt nem is tudom baszoktatni egyébként. Ide le tudunk jönni. Ja, itt csak át lehet jönni. De akkor a másik három... Na, ezt most nem hittem. Tehát ezzel nem lehet semmit csinálni. A másik kettővel miért lehet? Ezt nem értem. Ez is valami puzzle lenne egyébként. Jó, hát ott az F meg az N nem ég. Vagy hát nem foszforeszkál. Akkor csináljunk F-et meg N-et. Az F, ez az F, ugye? Nem. Az F a legelső akkor. Ura, most akkor ezt meg kell csinálni még egyszer? Get ready. Ó, 180. Ja nem, jó. Jó, hát ez... Amúgy különösebben nem tűnik nehéznek. Ezen a szinten ez már nem kéne, hogy gondot okozzon. Tehát majd szinte válsatolok mindenkit.
about to explode! No. Hát kapunk ládát, akkor lehet, hogy még egyszer meg kell csinálni. Vagy... Azt szerint, hogy milyen sorrendben csináljuk, más és más. Na most... Most megcsináltunk egy F-et. Az összes F... Próbál gondolkodni, hogy mi lehet... Hogy mi lehet a... nyitja a dolognak. Fantom kihívás. Az igen. Oh. Kratos, the spring. Bring them down. Hol a harmadik? Ah, itt van. On your left!
Jó. Akkor ezt megcsináltuk. Az, hogy ezt most miért tudtuk meghívni ezt a kihívást, azt nem tudom megmondani. És még van 4. És próbálom nézni, hogy milyen... Szerintem semmi nem változott. És most megint... Hát mindegy, csináljunk meg még egy F-est akkor. Hát most jobb ötletem nincsen. Jó, hát ha akkor ma ad még egy... Nem tudom. Csináljunk most meg ezt a... Ezt. Ennyi? Oké. Okay. Akkor kapunk még egy ládát. Most kíváncsi vagyok, akkor tudunk még egy kihívást vajon csinálni. Hát akkor csinálunk enneset. És jobban nem tudok. A nem égő karikák irányába. Nincs arra semmi. De mindjárt megnézem. De szerintem arra nem volt. Erre semmi nincs. Ó, de most az F nem ég. Tehát olyat kéne, ami ég. Ezek szerint. Látjátok, ott az N az aktív. Na mindegy, csinálunk. Aztán meglátjuk. Csengő kihívás. Alpha!
You're on fire, Kratos. It will pass. Oh, tudom melyik ez. Kár volt. Kérem a ládát. Hol a láda? Ott a láda. És akkor most megnézzük, hogy most tudunk-e. Lángoló parázs. Szerintem tudunk fejleszteni megint. Aha, most az M betű se világít. Lehet, hogy akkor ez lesz a megoldó képlet. Jó. Tűrőképesség, túlélés. Go!
Hol? Hogy megül. Yeah!
Na. Csak a végére értünk. 99. Na. Lángoló parázs. Szerintem akkor tudunk fejleszteni. Gyorsan még akkor a pajzsot kifejlesztjük. Oh. Menj dörgés, bika. Köszönöm a követést, Várhidi. Köszönöm neked is a követést. Sziasztok, szép estét, üdvözöllek titeket. Így van, tudunk is fejleszteni. Bobszej, neked is nagyon szépen köszönöm a követést. Mi újság, hogy telt a napom? Hát, elég unalmas volt. Ma itthon voltam. Ez semmi különös nem történt, de köszönöm a kérdésed. Mit játszok? God of War-ozok. Oké. Na, nézzük akkor a következőt. Az igen. Jó. Srácok. Tényleg? Na jó. Örültem a szerencsének. Jó. Így se változott semmi. Jó, hát akkor mindegy olyan betűt csinálunk, ami... ami alapvetően világít. Hát most itt ez az R betű, csak hogy csináljuk ezt. Oké. Ez jónak tűnt, hogy akkor ezt csináljuk. Na. Meg is van.
Érdekes, hogy így, így lesz kész az olvasztó kihívás. Fura, de mindegy. Na jó, menjünk vissza középre. Ez mi volt? Ez R volt, ugye? Igen, R. Akkor lehet, hogy abban a sorrendben kell, ahogy a földön van. Bocsánat. Csak nem jöttem rá, hogy hogy kell. Köszi. Hát mindegy, csináljunk egy ilyen ennet. Hát most jobbat nem tudok tényleg. Nem jöttem még rá, hogy mit kell csinálni. Több phase, oké. Mellé dobom. Dobom. Na. Oké. Meg is van. Jó. Nevermind, még nem. Teljesen kiment a fejemből. Na, holnap szerintem föl is kommitolom. És akkor majd látjátok ti is. Teljesen kiment a fejemből. Igen, mert mostanában nem nyúltam hozzá, ugye amikor a sörös update jött. És... hát, na mindegy.
Főgonosz kihívás, győzz le számos nagy ellenséget. Ez remekül hangzik. Ó, a kedvencem. Az igen. Megvan. Ó, még van, még három. Az igen. Jó lenne rájönni tényleg, hogy milyen sorrendben kell ezeket csinálgatni. Hol is tudom én ezt? Különböző kombinációinak teljesítése számos végző kihívásokat szabadít fel a fő... Jó. Oké, akkor csináljunk egy ilyen FN sorrendet, ha tudunk. Vagy hát csináltunk már olyat? Most ezen gondolkodok. Na mindegy. Kerüld el, hogy megsebezzenek, ez... Ezt nagyon nem szeretem. Behind you!
not over. Rám lőttek. Here we go again. Freya ugye van be... Ezt nem hiszem el. Pont ezt kerestem, hogy van-e valaki fönt. Majd Mimirnek nem szól. Na jó, mindegy, legalább most már tudjuk, hogy ott van még egy. Jön majd a... Erre nem megsebez most a izi... Most már megcsináljuk, nem érdekel. Get back!
kéne szedni a lövöldözőst. Oké. Okay. Jó, na. Oké, okay. Rendben is vagyunk. És akkor kéne most egy N, jól emlékszem? FN. Hát, ha tudunk N-et csinálni. Ja. Mondjuk, ha az nem világít, akkor lehet, hogy pont azt nem lehet. Tudom, mi volt itt. Már elfelejtem, hogy mi volt. Hagyjál már békén. Bele kéne mindegyiket hajítani a szakadékba. Vagy hát a lávába, pontosabban. Így. Az a baj, hogy életünk nincs már. Kevés életünk van. Let me away!
Oké. Necces volt, de sikerült. Na lássuk, most tudunk-e csinálni. Bosszantó, hogy nem jöttem rá még mindig, hogy mi a nyitja a dolognak. Tűrőképesség kihívás. Ezt nem megcsináltuk már? De, ha megcsináltuk. Akkor lehet, hogy más sorrendbe kell. Lehet, hogy most meghalunk. Mert megállítani meg nem lehet. Ha csak nem. Mindegy. Meghalni könnyű amúgy ebben a játékban. Lehet, hogy akkor más. Mert 4 ilyen kör van. De 6 olvasztó kihívás. És még van 3. Még akkor csináljuk meg ezt a 3-at, ami világít. Hát igen, Freya backseat. Most bezzeg nem backseat-el. Na mindegy. Az biztos, hogy én most backseat-elek magamnak egy sört. Jövök azonnal. Itt is vagyok. Oké. Na, hát akkor nézzünk egy ilyen NR-t. Ez világít, és jobbat nem tudok. Az erhez. Jó, nevermind, igen, csak fogalmam sincs, hogy kell kimondani ezeket a betűket. Na most ezt nem lehet csinálni. Van FR, meg NF.
NF-et nem lehet, akkor FR-t. Csak... Jó. F-et se lehet. Mondjuk... Most legutóbb N-et csináltunk. Akkor azt az NR-t lehetne. Nagyon hétvége van már nekem ahhoz, hogy én ezt most végig gondoljam. De nem baj, csinálunk egy ilyet. Halló? Muszáj megcsinálni. Hát ugye az N... De az, hogy nem világít, akkor nem is lehet csinálni. És ez se világít, ez se lehet csinálni. Köszi Nevermind, ez segít. Akkor megcsináljuk. Ugye a boss meg az Endurance is biztos volt. Meg ugye volt még egy. Mert ugye 60 összesen. És 3 már megvan. Nem tudom, hogy mi volt. Korábbi streambe szerintem megcsináltunk egyet. Csak nem emlékszem, hogy a Ring of Fire-t csináltuk volna. Take all the lights coming your way!
Enemies to your left! Phantom volt. Nem emlékszem, az az igazság. Hirtelen sokan lettek. Jó, mondjuk legalább lootot kaptunk, bár nem ezért vagyok itt. Na. Akkor Endurance volt, hát akkor Shieldbreaker. Menjünk sorba, legyen akkor ez az FR. Szerintem Shieldbreaker még nem volt. I'm ready.
fire. On your right. Over! The wee bastard's about to explode! Most nyomunk egy R-t. Gondolom. Nem tudom, ez tűnik nekem a legkényelmesebbnek. És akkor elvileg most jön ez a Shield Breaker. Hogyha minden igaz. Ja, még a ládát kinyitjuk. Most már az FR se világít. Hát jó, akkor valószínű úgy kell tényleg, hogy
hogy itt van. Ugye van ez az NF, Ring of Fire, meg HR, vagy NR, bocsánat, ez az Onslaught. Hát igen, akkor lehet, hogy ennyi. Na nézzük. Pajstörő, oké. Okay. Jó. Most már akkor megvan, mit kell csinálni. Az igen. Mi a fasz? Látnám, mi történik. Oké. Okay. Ez igaz, Nevermind. Brute Force is meg lett volna helye. Ah, ez jó lesz. Ez jó lesz. Yeah.
Shit. Ó, még él valamelyik. Ezt nem hiszem el. Azt hittem már megöltem. Megvan. Hello, Kekerényi, szia, szia. Szép estét. Jó. Na. Akkor ezek megvannak, és akkor... Hát ez a kettő van még, akkor NF. Már ha így kell kimondani, hogy HF. Ez az R. Igen. Na, csináljunk a dobálósat. Viszonylag jó volt. Left side incoming. Interesting. Looks like you need to toss those soul orbs into the void. Protect yourself. Watch it. Okay, az első megvan. Haglaz? Hát, tényleg nem tudom. Ezeket a karaktereket nem ismerem.
Akkor ez volt egy N, vagy H, vagy akármi. Ó, amúgy ott mutatja is, hogy F-et vagy R-et kéne csinálni. Csináljunk erret, és akkor megint ugyanazt. Hát igen, egy picit olyan monoton. És akkor reményeim szerint slow. Éj túl addig, amíg lejár az idő. Hat perc. Vagy hát 5 perc, na. Matek az. Whoa!
Hamar meghalt az a baj. Kezdenek egy kicsit sokan lenni. Ez is. Azért ez masszív volt, maradjunk annyiba. Na, és akkor még ez az NF van. Egy HF. Jó, hát megint ugyanazt csináljuk. Before?
Yes, he excelled. Rocket on the left! Eldobtam mellé. Enemy behind you. Behind you, watch out. Begurult a lávába. Enemy behind you, Kratos! This is the last! Okay. Nézzük ezt az utolsó kihívást. Ja, még kell az F. Este van már.
Na lássuk, mi a teendő itt. 10 gyűrű kihívás. Maradj a gyűrűn belül. Hát, enemy behind you, Kratos! Vándorol a kör. Érdekes. Megint megyünk. Hol van? Na már csak az az egy enemy van. Okay. És egy újabb trófé a zsebbe. Ez is megvan. Hát ez nem tűnt olyan nehéznek. És akkor itt még most, ja, lehet csinálni. Ja, és akkor itt már az összes itt van. Jó. Na. Oké. Hát már csak egy dolog van hátra. Viszont 10 órát mondtam. Megnézzük, jó? Ránézünk. Azt tudom, merre kell menni. Ránézünk, de... egyszer megpróbáljuk, jó? Merre? Jó, erre. Let's settle this. There you are. So you do have... the pride left. She's fierce. Attack only if you think we are ready. Good! I'll see you pay for what you've done! Careful, brother! You're covered in Bifrost! It's sigil magic! Ez új. Innen folytatjuk holnap, a Tell Me Why előtt, hát megpróbáljuk megcsinálni.
De itt most meg kell állnunk, mert ahogy mondtam, ma 10-ig vagyok, úgyhogy amúgy nem tűnik reménytelennek, abszolút, tehát így elsőre is vannak ismerős move-ok, maradjunk annyiba. Nyilván az új támadásait kell megtanulni, meg megszokni. Holnap megnézzük, holnap ha minden jól megy, akkor befejezzük. Már csak ő van hátra. Innen folytatjuk. Mindenesetre én nagyon szépen köszönöm a ma esti kitüntető figyelmet, köszönöm a sok-sok támogatást, és hogy velem csinálgattátok ezeket a challenge-eket. Holnap ugyanígy ilyen 8 óra körül, picit rövidebb streammel, hát majd meglátjuk, mert ahogy sikerül, de várlak titeket ugyanígy szeretettel. Én mára megköszönöm a figyelmet, Sejzadri, nagyon szépen köszönöm az elköszönő százast, köszönöm szépen, és kívánok nektek további kellemes estét, és további kellemes hétvégét. Na, sziasztok!